A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét, óvoda kötelessé válik. A kiskörösi óvodákban április 25-e és 27-e között tartják az óvodai beiratkozást, reggel 8 és délután 15 óra között. A három nap során a szülőknek lehetőségük van arra, hogy a négy tagóvoda, a Kőrisfa, a Battyányi, az Erdőtelki és a Szűcsi óvodák közül megismerjék azt, ahová gyermeküket beszeretnék iratni. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a www.kiskörös.hu, valamint a www.kiskörösiovodák.hu weboldalon találhatóak. Szükséges a gyerek születési anyakönyvi kivonata, a gyermeknek a tajkártyája, a tajszáma, adóigazolványa, a lakcímkártyája, a szülő törvényes képviselőnek is a lakcímkártyája, tehát hogy egyháztartásban laknak, ha esetleg nem magyar állampolgár, akkor a tartózkodást igazoló okiratra is szükség van, akkor nagyon fontos bemutatni, ha esetleg tartós betegség áll fönt, valamilyen ételérzékenység, azt a szakorvosi véleményt, hiszen csak úgy tudjuk biztosítani a gyermek számára a megfelelő étrendet. Érvényes gyermekvédelmi kedvezmény határozat, valamint hátrányos helyzetet igazoló dokumentum is leadható. A kiskörösi óvodák tagintézményeiben gyermekközpontú nevelői attitűd tükrözi az óvónők munkáját, akik családias nevelő-oktató munkát végeznek, és folyamatosan figyelnek a szülő-gyermek pedagógus kapcsolatrendszer erősítésére. Az óvoda számos lehetőséget biztosít a gyermekek fejlődésének elősegítésére is. A tanulási folyamatokat általában projekt módszerrel végezzük, projektokat dolgozunk föl különböző témakörökbe, ahol tevékenykedtető, cselekedtető játékokat, tevékenységeket végzünk a gyerekekkel. Nagyon fontos elmondanom az óvodákról, hogy mindegy, a kiskörösi óvodák tehetségpont, nagyon számos tehetségműhelyünk működik több tehetség területen, és így a tehetséges gyerekeknek a gondozása már óvodába lépéstől is elkezdődik. De ugyanúgy nagyon fontos számunkra a felzárkóztatás, ezekre a folyamatokra is megvannak a megfelelő szakembereink. Az intézményben biztosítják többek között a mozgás, az anyanyelvi és az énekzenei nevelés magasabb szintű folyamatainak a megvalósulását. Nagyon fontos óvodáinkban, minden óvodában a környezettudatosság, az újrahasznosításra nevelés, bázis intézmény vagyunk, az egészséges életmódra nevelés is kiemelt szerepet kap. Lehetőség van játékos angol és német nyelv órák, illetve tevékenységekben való részvételre. Lehetőség van játékos hittan, bibliaórákon való részvételre. A kiskörösi óvodák minden tagintézménye szeretettel várja az óvodáskorú gyermekeket és szüleiket a beiratkozásra.